pont a tanácsköztársaság hatalomátvétele, puccsal történő hatalomátvétele időszakában született meg a döntés a pápánál is, amelyik pozitív volt, és a pápai nunciusnak azt a utasítást küldték, hogy tegye át a székhelyét Budapestre. Ugye 1918 őszén az összeomlás következik be az osztrák-magyar monarchiában és azon belül Magyarországon is. A Károlyi kormány veszi át a hatalmat október 31-től. Nem állítom, hogy radikálisan meg lehetett volna fordítani az eseményeket. Gondoljunk bele, hogy három oldalról támadtak Magyarországra, délről a szerbek, északról a csehek, keletről a románok, és nem volt külpolitikai szövetségesünk. Egy korabeli budapesti lakos az Trianonnak a következményei közül talán elsődlegesen a menekült áradattal és a vagonlakók problémájával szembesült, akik közül a nagyobb része valójában inkább baraklakó volt. A vagonlakó az talán ugye fogalommá váló ikonikus megjelenítése ennek az egész problémakörnek. Több mint 400 ezer ember érkezett ide, és valóban az ikonikus képviselőjük az a vagonlakó, azok az emberek, akik ott a rendező pályaudvarokon, főképpen Budapest térségében a marhavagonokban maradtak. Rengeteg baleset történt a tolató vonatok és egyebek miatt, ugye itt családok, gyerekek is játszottak. És hát ugye a korszakban is olvashatunk vissza, hogy Alispántól kezdve mindenfajta rendű és rangú emberek is kerültek ide a vagonlakók közé. Tehát egy nagyon szívbemarkoló történet ez. A menekültek másik része ezekbe a barakvárosokba került, mint ahogy a Mária Valéria telep, vagy ilyen volt még a Zita telep, ugye a IV. Károly feleségére, az utolsó királynőről elnevezve, vagy éppen az Augusta telep, és az ország teljes elszigeteltségbe kerül. Ugye vesztes országként addigi szövetségi rendszere széthullott, ők is vesztes államok, a győztesek éppen a győzelem pillanatában vannak, tehát teljesen irreális itt külpolitikai támaszokat keresni. Ez volt ugye az egyik legnagyobb tehertétele és problémája a Károlyi kormánynak. Próbálkoztak erre-arra különböző kapcsolatokat építeni, nem sok sikerrel tették ezt, tehát mondhatom, hogy teljes elszigeteltségben volt az ország. Azért sem vették fel vele a diplomáciai kapcsolatot sok oldalról, mert nem ismerték el a Károlyi kormányt hivatalos kormányának Magyarországnak, és hát ebben a tekintetben vált nagyon fontossá a szentszéki kapcsolat. 19. januárjától egyre inkább balra tolódik, hangsúlyossá vált benne a szociáldemokraták jelenléte, gondolom, hogy Kunfi Zsigmondra, aki aztán később a tanácsköztársaságnak is meghatározó szereplője lett. Úgyhogy itt azért viták voltak arról, hogy föl kell levenni a kapcsolatot vagy sem, de februárra megszületett a magyar kormány elhatározása is, és ennek okán ezt a Vatikánba is megüzenik. És hát pont a tanácsköztársaság hatalomátvétele, puccsal történő hatalomátvétele időszakában született meg a döntés a pápánál is, amelyik pozitív volt, amikor közben Budapesten megtörtént a hatalomváltás, és hát az ateista, kommunista diktatúra indult el Kumbéla vezetésével, aminek eredményeképpen ez lekerült a napirendről. Többnyire én legalábbis a saját praxisom alapján, de a kollégáimtól is ez jut el hozzám, hogy a Trianon egy viszonylag népszerű téma, hangsúlyosan szerepel érettségi témák között tankönyvekben, a legfrissebb eredményekkel együtt, és hát a határon túli magyarság is megjelenik. Az, hogy ez társadalmian súlyon és hosszabb távon is azt gondolom, hogy mélyebbre kerüljön a társadalmi tudatban, meg tudásban, az még azért akár évtizedeket is igényel. Maga a Várpalotai Trianon Múzeum már több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, magángyűjteményként jött létre. Kezdetben különböző relikviák, képeslapok, érmek és ehhez hasonló tárgyak, revíziós különböző tárgyak azokból, amiből összeállt a gyűjtemény, és hát így fokozatosan növekedett. Otthon a várpalotai Zicsi kastélyban lelt ez a kiállítás, amelyik egy nagyon szép épület és nagyon méltó körülmény. Nyilván talán Budapesten nagyobb lenne az elérése, mint Várpalotán, de ahogy az igazgató Szabó Pál Csaba nyilatkozott, hogy így viszont egy zarándoklatként kell ezt fölfogni, hogy az ember erre egy napot, vagy egy középiskolai osztállyal egy napot rászánunk. Érdemes magának a múzeumnak a honlapját is megtekinteni, mert tényleg egy gazdag gyűjtemény, és hát nagyon sok érdekes és talán nem feltétlenül közismert információt is meg lehet tudni, ráadásul mindezt élményszerű, vizuálisan is élményszerű módon.